Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora augusztus 29-én hétfőn. Ez a hét a tanévkezdésről szól, csütörtökön, szeptember 1-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is becsengetnek a diákoknak. Milyen lesz az idei tanév, erről is szó esik a mai műsorunkban, jöjjön a tartalomjegyzék. Szakmai értekezlet, az oktatási hivatal adott tájékoztatás az intézményvezetőknek. Becsengetnek, jelenléti vagy digitális oktatással készülnek az iskolák. Jubileum, 25 éves születésnapját ünnepli a Nyíregyházi Állatpark. Szakmai értekezletet szervezett az oktatási hivatal múlt kedden, ahol tájékoztatták az intézményvezetőket az idei tanév legfontosabb kérdéseiről. Szó esett a digitális oktatásról, a béremelésekről és a diákok helyzetéről is. Közben megérkeztek az iskolákba a tankönyvek is, Kerecsen József járt a konferencián. Akodály Zoltán általános iskola nyitni kék kórusa köszöntötte ünnepi műsorral a megye oktatási intézményeinek megjelent vezetőit. Múlt hét szerdán érkezett Nyíregyházára az oktatási hivatal, a belügyminisztérium és a Klebelsberg központ közös szakmai tanévnyitó rendezvénye, amelyen az előző év tapasztalatairól és az új tanév aktuális feladatairól tájékoztatták a jelenlévőket. Az adatok, amelyekre az oktatási hivatal rendelkezik, mint a ebben a mostani tanévben szervezett érettségi vizsgák eredményei, vagy a mérési eredmények, azok azt mutatják, hogy alapvetően rendezetten, szervezetten zajlott az egész tanév az egész országban, és a nagyon jó ír, hogy a vizsgák eredményei azt mutatják, hogy a tanulók széles köre az jó eredménnyel, kimondottan jobb eredménnyel zárta átlagban a tanévet, mint a megelőző években, ami a sikeres felkészülés meg a felkészítésnek azért a bizonyítéka. Az idei tanévre pedig én azt mondom, hogy nyáron is a munka intenzíven zajlott, én gondolom az iskolákban is, de az oktatási hivatalban mindenképpen, hiszen nagy erőkkel készültünk a tanévkezdésre, annak érdekében, hogy minden iskola vezető, óvoda vezető vagy fenntartó hozzájusson a minden olyan információhoz, ami a tanév tanítási év biztonságos megszervezését igényli. Ennek egyébként egy eleme ez a mai rendezvény is, ami itt is meg az ország minden megyébe zajlik jelenleg is, de az elkövetkező hetekben. Azért van, hogy az intézmények vezetői úgy kezdjék el a tanévet, hogy tudnak minden fontos, lényeges változásról, tudják a feladataikat, és minden az szolgálja, hogy a gyerekek, a tanítványok a lehető legjobb tudáshoz jussanak. Az új tanévre jelentős jogszabályi változások nem érintik a pedagógusokat, a bérek azonban lépcsőzetesen emelkednek az idei évtől kezdődően. Lebanov József, a belügyminisztérium főosztályvezetője azt mondta, várakozásuk szerint a fizetések rendezésének és az iskolák további fejlesztésének köszönhetően a tanár létszám sem okoz majd problémát a jövőben. Alapvetően úgy látjuk, hogy a feltételek rendelkezésre állnak, az iskolák nyitva vannak, a munka elkezdődhet szeptemberben. Arra számítunk, és arra készülünk, hogy egy rendezett, nyugodt tanévet tudunk lefolytatni. Az Európai Unióval a különböző támogatási formákra való megegyezés előtt állunk. Bízunk benne, hogy ennek eredményeképpen mind a pedagógus bérek, mind az infrastruktúra fejlesztés, mind pedig a pedagógusok és a köznevelés támogatására megfelelő keretrendszer fog rendelkezésre állni 27-28-ig. Egyértelműen, hogy az Európai Uniós források bevonása is jelentős támogatást fog adni, de mindenképpen fontos az is, hogy a fenntartók és az iskolák is egy olyan környezetet, olyan munkafeltételeket tudjanak biztosítani, amely a fiatalok számára vonzó. Abban bízunk, hogy az idei tanév is gördülékenyen fog elindulni ebből a szempontból. Bár az iskolák már évek óta nem önkormányzati fenntartásban működnek, Nyíregyháza városvezetése minden intézmény fejlesztési igényét segíti a pályázatokon keresztül. Úrich Attila, a megyeszékhely alpolgármestere elmondta, szeretnék folytatni az iskolák korszerűsítését, ez ugyanis fontos feltétele a színvonalas oktatásnak. A város az elmúlt 10 évben folyamatosan készül a becsengetésekre, de az elmúlt 10 évben rengeteg közoktatási intézmény újult meg energetikailag, kaptak új tornatermeket az iskolák, eszközöket azért, hogy olyan környezetet tudjunk teremteni az ott tanító tanári gárdának, illetve
a felmenő rendszerben kikerülő gyerekek számára, hogy az 21. századi legyen, és ha visszanézem a történéseket, akkor minket igazolt az, hogy energetikailag újítottuk meg ezeket az épületeket. Az oktatás pedig nyilvánvalóan az egy központi kérdéskör legyen, szerintem nem csak minden városnak, hanem minden nemzetnek is, hiszen ahogy régen megfogalmazták, jóval előttem a kiművelt emberfők azért kellenek, és nem csak a kiművelt emberfők, hanem a jó szakemberek is kellenek a Nyíregyházának és Magyarországnak. Úgyhogy mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy segítsük a tanároknak a munkáját, és mivel az önkormányzat az épületetnek a tulajdonosa, mi ezt így tudjuk megtenni, hogy a környezetet próbáljuk olyanná varázsolni lehetőségeinkhez képest, amelyben jól érzik magukat az ott dolgozók. Az előző tanévben újra megteltek az iskolapadok, nem volt szükség távoktatásra az iskolákban. Bár a járvány miatt életbe léptetett rendszer jól működött, az oktatási hivatal úgy készül, az új tanévben sem kell megszakítani a jelenléti oktatást. Az a minden szándék, hogy maga az ágazat az jelenléti oktatással működjön, jelenleg nincs semmi olyan felmerült ok, ami azt mondaná, hogy nem erre kell készülni. Ugye a most záródó tanév, tehát kvázi az előző tanév is jellemzően így zajlott, és jól látjuk azt, hogy szerencsére az ótakozásnak, meg az állampolgárok felelős magatartásának köszönhetően azért a tanév Magyarországon sikeresen le tudott zajlani, nem úgy, mint sajnos néhány más országban. A konferencián elhangzott a 6-os, 8-os és 10-es diákok idén már nem csak szövegértésből és matematikából, hanem természettudományi ismeretekből is kompetencia mérőt írnak. Az őszi érettségi írásbeli vizsga része október 14-től 27-ig tart majd, a szóbeli felmérések emelt szinten november 10-e és 14-e, középszinten pedig november 21-e és 25-e között lesznek. A tavaszi érettségi írásbeli része május 5-től 26-ig tart az új tanévben. Most jó lesz! Időközben a tankönyvek is megérkeztek már az iskolákba. Stábunk a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményénél volt jelen a kicsomagoláskor. 250 Nebulónak a tankönyvei érkeztek meg a mai napon hozzánk. Ez egy hosszú folyamatnak az egyik utolsó előtti állomása, hiszen a legutolsó állomás az majd a kiosztás lesz, amikor a gyermekek megkapják végül a tankönyvet. Maga a folyamat az év elején indul, amikor a szaktanárok, tanítók elkezdik kiválasztani azt, hogy milyen tankönyvekből fognak majd tanulni a gyermekek. Később a tankönyvfelelős veszi át a stafétát, aki összegyűjti ezeket az igényeket, megszámolja, hogy hány gyermek van, annak megfelelően megrendeli a tankönyveket, majd tartja a kapcsolatot a tankönyvellátóval, és aztán elérkezik ez a nap, ami szerencsére évről évre egy sikeres nap, hiszen mindig határidőre is rendben megérkeznek ezek a tankönyvcsomagok. Mindig vannak újdonságok. Ezeket az újdonságokat azonban a tankönyvellátó azzal segíti, hogy tanári példányok érkeznek, így aztán a tanárok könnyedén fel tudnak készülni az új tankönyvekkel kapcsolatos újdonságokra és esetleges eddig nem tapasztalt vagy az eddigiektől eltérő dolgokra. Nálunk már hagyomány, hogy az első tanítási napon kapják meg a gyermekek a tankönyveket. Ilyenkor a reggeli órákban már elkezdődik a tankönyvek kiosztása. A kisebbeknek még felnőtt segítséggel, a mögöttem is látható dolgozók szoktak általában segíteni, aztán a nagyobbak számára már általában önállóan történik meg. Lejönnek, megkapják a tankönyvfelelőstől a tankönyveiket, felviszik, és aztán délutáni órákban a kisebbek a szülő segítségével, a nagyobbak pedig önállóan hazaviszik. Mindenkinek nagy örömet szokott okozni az új tankönyv, az első nap legalább egy órája azzal telik, hogy ismerkednek a gyerekek a könyvekkel, nagyon szeretik lapozgatni, nagyon sokan szagolgatják is a tankönyveket, imádják a könyvek illatát. Mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek a tankönyvek. A rendszer az, hogy az első két év folyamban a saját tulajdonba kerül a tankönyv, a harmadiktól a nyolcadik osztályig pedig úgynevezett tartós tankönyvé válik, évvégén mi visszaszedjük, és ez azért nagyon jó, mert az évközben ki tudjuk egészíteni azokat a tankönyveket, amik elkopnak. A gyerekek egyébként általánosságban vigyáznak a tankönyvre, de hát ha egy olyan tantárgyról beszélünk, amiből heti 7 órájuk van, akkor az a tankönyv nagyon sokat van a táskában, és nyilván az jobban elkopik, mint az olyan tárgyakból, amit esetleg hetente egyszer kell elhozni. Ezért gyakoribb az, hogy a kis óraszámú tantárgyakból tudunk olyat csinálni, hogy a tankönyveket újra-újra kiosztjuk. A nagyobb óraszámúakból kevés
kevésbé, hiszen azok jobban elhasználódnak. Az új tanévben csütörtökön csengetnek be elsőként az iskolákban. Szinte minden nap megjelenik cikk a sajtóban arról, hogy miért lesz nehéz ez az előttünk álló tanév. Van, aki a vírus visszatérésétől tart, van, aki szerint nem lesz pénz az intézmények fűtésére, és van, aki szerint kritikus szint alá csökkent a pedagógusok létszáma. Milyen lesz az év a pedagógus kar elnök helyettese szerint? Vendégem Misák Tibor, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Most direkt olyan témákat hoztam fel, vagy olyan megközelítéseket, amelyek ugye negatív színben tüntetik fel az adott helyzetet. Hogy látja, milyen tanévre készül, milyen lesz ez a 2022-2023-as tanév? Én szatmári ember vagyok, és azt gondolom, hogy amiket elmondtál, lehet, hogy negatívan hangzottak, de én mindig pozitívan és optimistán állok minden feladat elé, és azt gondolom, minden tanár ilyen, mert az a pedagógus, aki nem így áll hozzá a munkájához, a feladataihoz, az nem is pedagógus. Biztosan lesznek problémák, nehézségek, biztos lesz nagyon sok olyan dolog, amit nem látunk még előre, de én azt gondolom, hogy az iskolák nagyon nagy százalékban felkészültek, megtörtént a tervezés, egész nyáron az igazgató kollégák, munkaközösségvezetők ezen dolgoztak. Megvoltak már szerintem nagyon sok iskolában az értekezletek, tanévintő értekezletek, én is éppen most egy tankületi tanév nyitóról érkeztem Debrecenből, és azt gondolom, hogy egy jó mondás szerint, hogyha odaérünk a hídhoz, majd akkor átmegyünk rajta. És ez a problémáknak, illetve azoknak szól, akik latolgatják, hogy mi lesz, ha. Én azt vallom, és azt gondolom, hogy minden iskola 100%-osan felkészült, nagyon sok helyen a szakos ellátottság is 100%-osan sikerült megvalósítani. Vannak helyek, ahol küzdeni kell, vannak helyek, ahol problémák vannak. Az, hogy most a pedagógus helyzet hogyan fog változni, az természetesen függ attól, hogy hányan fognak kilépni a rendszerből. Azt is tudjuk, hogy egy elégedett társadalmi réteg most a pedagógus társadalom, az 50 és 60 év közöttiek körülbelül olyan 60 ezer fős létszámot tesznek ki, tehát nagy valószínűséggel innen sokan fognak távozni. De bízunk abba, hogy különböző intézkedések, mint most a jelenleg is, ami a nyugdíjasoknak lehetővé teszi a továbbfoglalkozását, meg a foglalkoztatását is kedvező körülmények között, mert megkaphatják a nyugdíjat is, illetve a fizetést is. Ez egy nagyon fontos lépés volt, azt gondolom, pillanatnyi problémát kezel viszont. Ennek a hosszabb távú feladat megoldása szerintem az lesz, hogyha sikerül majd kellő létszámú fiatalt, életerős hölgyet és urat behozni majd a rendszerbe, akik minták lehetnek majd a felnevelő nemzedék számára. Ez még egy nagyon komoly feladat majd, ami nem csak a pedagógus társadalom, hanem szerintem az egész társadalom előtt áll. Meg kell valósítsuk valójában azt, hogy legyen presztízs a pályának, újra legyen kérdés, fontos. Az csak azon múlik, hogy a béreket, ugye az a terve a kormánynak, imád részben uniós forrásból, hogy az átlagbér 80%-ára emelje a pedagógusok bérét. Csak pénzkérdés ez? Én azt gondolom, hogy nem pénzkérdés tisztán. Nagyon fontos természetesen az, hogy tudjunk kenyeret venni, meg el tudjunk menni különböző olyan kikapcsolódásokhoz, vagy kikapcsolódást megtenni, ami szükséges a munkánkhoz. De nem elsősorban pénzkérdés. A pénz az azért fontos, hogy az elvégzett munkát azt ellensúlyozza. És azt gondolom, hogy ha valaki nagyon jól dolgozik, és jól teszi a dolgát, azt nagyon jól meg kell fizetni. Aki kevésbé, az a munkának a leadott értékének megfelelően megkaphassa azt az összeget. Én inkább azt gondolom, hogy a presztízs, miért legyen presztízs, az, hogy egy pedagógus onnantól kezdve, amikor letette az esküjét, annak idején mi esküt tettünk, remélhetőleg nem sokára majd újra esküt fognak tenni a pedagógusok, akkor nem csak a pénzre meg a fizetésre esküdtünk, hanem arra, hogy minták leszünk, arra, hogy szívvel, lélekkel odafigyelünk a ránk bízott gyerekekre, és azt vallom, hogyha ezt már kellő mértékben és kellő súlyjal tudjuk csinálni, akkor tényleg jó tanárok leszünk. A jó tanár mindig követendő példa lesz a gyerekek számára. A jó tanár, hogyha egy
jobb foglalkozást tart, az a fejünkben maradt 20-30-40 évig is. És a rossz tanát pedig elfelejtik a pedagógusok, vagy a gyerekek. Most az a helyzet van, hogyha valaki azt gondolja, hogy tanárnak áll és tanárként dolgozik, akkor gyakor, és jól végzi a dolgát, tehát nagyon nagy hibákat nem követel, akkor végül is akár nyugdíjig is tud. Tehát egy biztos megérhetés biztos, itt ilyen tekintetben, hogy lehet ráépíteni. Ja, a bérkérdés az egy másik kérdés. Alaphelyzetben természetesen ez így van, azonban nagyon abban az irányba fog elindulni szerintem a mi élettörténetünk is, hogy nagyon komoly belső minőségi ellenőrzések lesznek, nem csak külső, és majd ez fogja meghatározni a pedagógus lét, a pedagógus bér részét. De mondom, a pénz az csak egy dolog, a pedagógusnak a szíve, a lelke szerintem az sokkal-sokkal fontosabb. Szeretetet hogyan tud adni, hogyan tudja ezt a pozitív energiákat a diákoknak közvetíteni, kivetíteni. Ez azért fontos, mert ezek a kicsi gyerekek, vagy a diákok ezekre az emlékekre fognak majd támaszkodni, és ez nagyon sokban meg befolyásolja az életpályájukat, azt, hogy hova fognak menni. Azt gondolom, az idei évből biztosan sok előre nem látható probléma lesz, mert jelen helyzetben Magyarországon tudjuk, hogy háborús veszély van, tudjuk azt, hogy Covid veszély van, tudjuk azt, hogy az energiárak elszabadultak, és próbál a kormányzat ezen úrrá lenni. Én azt hiszem, hogy az állami intézményekben ez sikerülni fog, és nem hinném, hogy digitális oktatáson fog majd menni a fő hangsúly. Biztos vagyok benne, hogy a jelenléti oktatás lesz, amivel fogunk dolgozni. Tehát lesz pénz például a fűtésre, ugye ilyen hírek is futótűzként terjedtek a sajtóban, amikor a belügyminisztérium azt kérte, hogy mérje fel az intézmény rendszer azt, hogy hol lehetne esetleg mással is fűteni, mint ahogy eddig, akkor mindenki azt mondta, hogy na, á, most akkor készülnek. Sajnos az emberi fantázia az vége láthatatlan, és nagyon sokan nem biztos, hogy mindig a pozitív irányt szeretnék. Sokan azt gondolják, hogy az iskolában megoldás lenne, hogyha fával tüzelnének. Azt gondolom, hogy nem gondolják ezt végig kellő mértékben, az sokkal nagyobb energia pocsékolás lenne egyszer az, illetve talán többe is kerülne. Biztos vagyok abban, hogy az intézmények fenntartása állami feladatként finanszírozva lesz. Azt, hogy most lesznek fennakadások, vagy nem lesznek, ezt nem hiszem, hogy nekünk kell eldönteni, ezt majd a fenntartó látni fogja. Szülők és mi pedagógusok, mint a gyerekek, nekünk az a feladatunk, hogy a ránk bízott dolgokat lássuk el. Nem hinném, én és legalábbis nagyon bízok abban, hogy nem fog ez előfordulni. Még annyit, hogy ugye legutóbb érettségi környékén találkoztunk, akkor még nem volt annyira tudott, most már tudott, hogy a belügyminisztériumhoz került a oktatás ügy is. A belügyminisztérium ilyen tekintetben milyen fenntartó, hogy érzékelik eddig? Nyilván majd ők is most fognak a első tanév során bizonyítani, de hogy megbízható állami felügyelet ez, vagy nehéz lesz velük zöldágra vergődni egy adott kérdésben? Másfél órás megbeszélésen voltam jelen miniszter úrral, mikor a feladatot megkapta a belügyminisztérium, vagy a belügyek minisztériuma, így is nevezhetjük. Szerintem biztos vagyok benne, hogy jó kezekbe került, és inkább, mert polgármesterként is azt tapasztalom, hogy ha valami értelmes és nagyon jó dolog van, amit egy közösség akar vagy kitalál, arra mindig megkerítik a hozzá szükséges forrásokat, és azt hiszem, hogyha nem lenne megbízható, akkor nem kapna ennyi feladatot. Nem hinném, hogy egy megbízhatatlan tárca, vagy egy megbízhatatlan vezető ilyen súlyos és ilyen fontos feladatokat kapott. Én nagyon bízok miniszter úrba, abba a logikus gondolkodás menetébe, illetve nagyon-nagyon józan ésszel látja a dolgokat, hogy jó gazdája lesz a feladatnak. Csütörtökön akkor tanévnyitó, meg elkezdődik az oktatás is. Gondolom a tankönyvek már általában az iskolákban vannak, és arra várnak, hogy a gyerkőcök átvegyék. Szóval nincs akadály, hogy elinduljon mindenhol szeptember 1-én a tanítás. Szerintem nem lesz semmilyen akadálya, és biztos vagyok abban is, hogy nagyon jó tanévet fogunk zárni is. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm, meghallgattok. Boldog új évet! Boldog új évet! Negyedszázados jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Állatpark, 25 éve jött létre a térség egyik legjelentősebb turisztikai látványossága. Az ünnep kapcsán vendégünk az intézmény igazgatója, Gajdos László. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. 25 év, és úgy fogalmaztam, hogy az egyik legnagyobb látványossága a térségnek, de lehet, hogy a legnagyobb. A legnagyobb. A legnagyobb. De minden szerintelenség nélkül mondhatom, hogy a legnagyobb vidéki turisztikai attrakció vagyunk az országban, és itt a térségben valóban a legnagyobb. És hát erre nagyon büszkék vagyunk. 25 évvel ezelőtt ez volt a cél, hogy tényleg a legnagyobbak legyenek, vagy ez csak úgy így alakult? Az én célom az volt 25 évvel ezelőtt, nagyon őszintén megmondom, én 10 éves korom óta szerettem volna állatkertet csinálni, és itt szerettem volna csinálni a Sóstói erdőben, az Ifi Park helyén, akkor azt Sóstóerdei Szabadidőparknak hívták. Volt ott néhány fácán, meg pár róka, és én mindig arról álmodoztam, hogy itt én egy nagy állatkertet úgy csinálnék, és szerettem volna, hogyha a Sóstót, Nyíregyházát nagyon sokan megismerik az országban. Nekem ez volt a privát célom az volt, hogy legyen egy állatkertem. A nagy célom az volt, hogy legyen ismert a városom a turisták előtt. Aztán úgy alakult, hogy már akkor, amikor azt hittem, hogy nem lesz rá módom, 35 évesen mégiscsak sikerült oda keverednem, és hát 97. augusztusában megnyílt a Nyíregyházi Állatpark, és elindult egy olyan útra, amit elsősorban köszönök a vendégeknek, ugyanis ha úgy nem jöttek volna a vendégek, hogy jöttek, hogy 150 ezer ember jött az első évben már, és nekünk nem volt pénzünk, abból lett, hogy volt igény ránk, volt érdeklődés, aztán látta a város is, hogy milyen érdeklődés van, és próbált a lehetőségeimhez ezt támogatni minket. Szóval köszönöm az embereknek, hogy kíváncsiak voltak ránk, és hát köszönöm mindazoknak, akik segítettek, nagyon sokan segítettek. Egy nagyon lelkes csapatot sikerült ott felépíteni, csomó fiatal lányt és fiút vettem oda, akik ott tanulták meg mellettem a szakmát, és akkor így elindultunk, és most ott tartunk, hogy éppen az ország legnagyobb vidéki állatkerti beruházása zajlik Nyíregyházán, a kormány Modernvárosok programjában támogatja a jégkorszak interaktív állatbemutatót, hogy nálunk van a négycsillagos állatkerti szálloda, ami számos díjat nyert, és hát háromszor lettünk Európa legnagyobb állatkertje, vagy legjobb állatkertje a 250 és 500 ezer látogató közötti kategóriában. És ami nagyon fontos, hogy elértük a 600 ezeres látogató számot. Szóval a világ kinyílt, nagyon sokan keresik a szakmából a Nyíregyházi Állatparkban szerzett tapasztalatokat. 5000 állatot tartunk, ebből több mint 100 szigorúan veszélyeztetett állatfaj, amit az Európai Fajmegmentési Program keretén belül tartunk, tenyésztünk, koordinálunk. A 25 éves születésnap ajándékaként éppen ma megszületett egy afrikai elefánt, aki szintén a veszélyeztetett állatfajok közé tartozik. Aztán kollégáim komoly nemzetközi szervezeteket irányítanak, és eljutottunk oda, hogy a helyettesem, dr. Papendre, a zoológiai igazgatóhelyettes, idéntől az Európai Állatkerti Szövetség elnöke, ez több mint 50 ország 400 állatkertjét foglalja magában, és 140 millió látogatóról beszélünk. Most 2 évre őt választották elnöknek, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szép szakmai évet is futottunk be, de mi vezetjük a Vörös Óriás Kenguru Európai Fajmegmentési Programját, mi koordináljuk a tengeri csontos halak tenyésztési programját, ide tartozik gyakorlatilag minden hal, ami nem cápa és rája. Mi koordináljuk az Európai Fehérbúbtáskakadú programot, tehát anyagot adunk az európai oktatási programokba. Nagyon sokrétű a munkánk, nagyon elismert a Nyíregyházi Állatpark, és de nekem a legfontosabb ebből a 25 évből, hogy apró téglákat raktunk mindig egymásra, úgy, ahogy volt egy kis pénzünk, hogy mindig mindenki segített, gyakorlatilag, hogy a nyíregyháziak nagyon magukénak érzik, büszkék rá, hogy az egész megye turisztikai
lendületét megadja, hiszen nagyon sok megyei, csodálatos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, olyan sok klassz pont van, de el kell ide jönni. Na most a Nyíregyházi Állatpark adja azt a propagandát, azt az első számú vonzerőt, ami miatt eljönnek ide, és innen már könnyebb ám menni még 10, 20, 30, 40 kilométert megnézni Szabolcs-Szatmár-Bereg csodálatos tájait, vagy Nyíregyháza szépségeit, és ehhez mind hozzájárultunk, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Azt akartam kérdezni, hogy mire a legbüszkébb, de nagyon sok mindent említett, akkor erre mindenre gondolom. Igen, igen, hát igyekeztem mindent, elnézést kérek, de elfogult vagyok nagyon ez a negyed évszázad, nagyon, mintha most kezdődött volna, az első kis oroszlán a lelekkel, aztán a keletáról ezt fogadta örökbe, így lett keletelek. Szóval az első kis oroszlánnal, mintha most kezdődött volna, és közben eltelt ez a 25 év, és nagyon mozgalmas volt. Mi lett a Nyíregyházi Állatparknak a titka? Ugye állatkert van Debrecenben is, igaz, ott mondjuk sokkal kisebb területen, ott a mozgástér sincs gyakorlatilag, vagy van Miskolcon Vadaspark például, de miért éppen Nyíregyháza, és miért éppen az állatpark nőtte ki magát ilyen nagyjá? Ezt meg szokták tőlem kérdezni, és erre a kérdésre én nem szívesen válaszolok, mert nagyon kellemetlen nekem, hogy ne értsék félre a nézők. Ezek az állatkertek már mind megvoltak 25 évvel ezelőtt. Én a debreceni állatkertben nőttem fel. Ezek az állatkertek mindelőttünk jártak, és alig két év alatt behoztuk ezt. 97-ben nyitottunk, 2000-ben már a leglátogatottabb vidéki állatkert voltunk 300 ezer látogatóval. Hát csak azt tudom mondani, hogy nem mindegy, hogy hát ki van egy állatkert élén, nem mindegy, hogy ki menedzseli az állatkertet, milyen elképzelései vannak, azért az ember is számít. Aha. De nyilván az állat is számít. Igen. Állatokról egy kicsit mennyien vannak, hány állat van, és ez valóban döntő szempont, de az, hogy akár faj tekintetében, akár pedig példányszámban mennyi van egy állatkertben, vagy fontos az, hogy milyen környezetben tudják őket megmutatni, fontos az, hogy milyen infrastruktúrája van egy állatparknak. Nagyon összetett dolog egy állatkertet üzemeltetni. Ugye az átlag néző azt látja csak, hogy ugye turisztikai attrakció neki ismeretterjesztés zajlik, vagy pihenést jelent. Valóban ebből élünk a vendégekből, de azért nekünk ettől sokkal fontosabb dolgaink vannak, és nagyon lényeges a bemutatás, félre ne értse senki. De hát nagyon komoly zoológiai programokat hajtunk végre, tudományos kutatást csinálunk, fajmegmentést, és hát az oktatás, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mert már kisgyermekkorban fontos, hogy megismerjük a körülöttünk élő világot. Bármilyen furcsa is, a Földön mindennel összefüggés. A Föld másik felén történik valami szép dolog vagy tragédia az életben, az előbb-utóbb eljött hozzánk, és nem akarok itt most olyan dolgokat mondani, mint például a Japánnál, az atomerőmű katasztrófa Fukushimánál, egy idő után körbe ment a tengerekben, és lehetett ennek a hatásait mindenütt érezni a világon. Ez a világ nem olyan nagy, hogy ne lenne sérülékeny bármelyik pontja, és az 8 milliárd ember hát nem mindig szerencsés dolgokat cselekszik. Na szóval nekünk azért kell a következő generációt nevelni, és elmagyarázni nekük, hogy a körülöttünk lévő élőlények nagyon fontosak ahhoz, hogy mi is élhessünk. Ezt a legfontosabbnak tartom az oktatási programot. Aztán van a fajmegmentés, ahogy említettem, több mint 100 veszélyeztetett fajt mentünk meg, mert hát sajnos az ember olyan, hogy az élőhelyét írtja ki az állatoknak, mert mondjuk esetleg olajpálmát kell ültetni Indonézia őserdeiben, az őserdők helyén, mert hát nagy kereslet van mondjuk a pálmaolajra, és akkor ez meghatározza az életünket, de akkor így az orángutánoknak nem marad élőtere. Gyakorlatilag itt biztonságosabb egy állatparkban élni, hát egy állatnak, ott, mint hát a most szabadban. Vannak olyan, tehát ezért fontosak, hogy jó állatkertek legyenek, természetközeli élmény gyújtsanak, és mindjárt válaszolik is az előző kérdésre, hogy a Nyíregyházi Állatparkban igen, olyan élőhelyeket próbálunk bemutatni, hogy nagy, kifutóban, természethez közeli, a saját élőhelyét mintázó kifutóban, társas, csoportos életet, ahogy a természetben élnének az állatok, olyat biztosítunk számukra. És ezért van az, hogy a bornaui orángután szaporodik nálunk, és hogy egyébként az európai állomány
az genetikailag jobb állapotban van, mint Borneo őserdéjében a szabadban élő állomány. Tehát nagyon fontos, például itt a borneói orangután esetében a faj túlélését biztosítjuk, de említhetném a Bali seregét is, ami kipusztult már Bali szigetén. Állatkertekből telepítettek vissza madarakat, és újra van populáció. Többek között Nyíregyházán is hozzájárultunk ehhez, mert nálunk is költ ez a nagyon ritka madár. És még sorolhatnám. Ha nem is 25 év, de mondjuk a középtávon, 5-8 éven belül mi a legfontosabb feladat a parkban? Van-e még mozgástere már terület tekintetében? Ugye most készül a jégkorszak is. Melyek azok a tervek, amelyek a következő szaknak a meghatározó élményelemei lehetnek? Hát most ez a legfontosabb, hogy befejezzük a jégkorszakot, de mellette épp vagy terveződik, és remélem hamarosan épül is egy különleges afrikai madárröbde, ami egy nagyon látványos dolog lesz, és hát a jégkorszak az olyan sokrétű, hogy az 24 tavaszán adnánk át, hogy most ennél távolabb nem tervezünk, mert azt nem csak felépíteni kell, átadni kell, be is kell tudni üzemelni, és ahhoz össze kell szedni a világból azokat a rendkívül különleges és ritka állatokat, amik a sarkvidékeken élnek, úgyhogy ez most nagy falat lesz számunkra. Hát sok erőt kívánok hozzá, és hát sok sikert és sok jó élményt. Köszönöm nagyon szépen, kedves, hogy eddig volt, szépen. Igazgató úr. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a Vöröskereszt nemrég kitüntetett megyei vezetője és a vendégünk lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!